bár a helyi adottságok miatt Sárváron az igazi rockzenei koncertszezon inkább a nyári hónapokra tehető, a Nádasdi vár azért ősszel is bővelkedik könnyű zenei programokban. A több mint másfél évtizedes múltra visszatekintő Blues Presszó sorozat legutóbbi vendége a neves zenészekből álló Fairplay volt. Valaha a Deák Bill blues basszusgitárosa volt a Berkes Charlie. Ő egy 20 éves fiatalemberrel és az Ézilaboros dobossal akusztikus country, blues és rock feldolgozásokat játszottak, ami a gyönyörű, hogy nem itt próbálták ki, hanem egy világjáró volt éven át. Tehát egy elképesztő nagy zene élmény volt. A mottojuk az volt, hogy zenélni halkan is tud, aki képes rá. A Blues Presszó sorozat következő fellépője november 29-én a Fúvósokkal kiegészült Cserga és barátai lesz, majd december 17-én a szombathelyi Akusztik Blues Jamből alakult rock formáció érkezik Sárvárra. A többi sorozatunk is természetesen a sorozatnak nevezhető megy, hisz a rockpódium vendége ugyanúgy lesz a Remember is, és még egy-két vagy visszatérő, vagy új társulat. Ami nekem nagy örömet okoz, hogy van olyan sárvári kínálat már 3-4-5, inkább alternatív underground, vagy ilyen nevezők önkifejező műfajnak, hogy havi egy-két fellépést 3-4-en vállalnak egyelőre Sárváron. A művelődési központ vezetője szerint a fellépők kiválasztása, a program összeállítása a több évtizedes rutin és kapcsolatrendszer miatt ma már nem okoz nehézséget. Szinte nincs olyan nap vagy egy hét háromszor, hogy a posta lehozza a CD-t kínálatot. Ez úgy tűnik, hogy a negyed század elérte a célját, és a másik, hogy nem kell nekünk már az úgynevezett műsorszervező hiénák áldozatává válni, akik 20-30%-ért közvetítik, adott esetben nem is mindig a jót. A másik, hogy nagyon sok fiatal keres meg, tehát a kapcsolatrendszerem, ami kiépült, az hál' Isten úgy működik, hogy soha se szerettem, ha az ízlésterrort szenvedek el, akár közönségként, akár népvédelőként. Próbáltam mindig arra figyelni, és ez erre a házra igaz volt mindig, hát ki is ide jártatok, tudjátok, hogy viszonylag nyitottak voltunk más ajánlatokra is.